Az idén az Ibrányi Móri Zsigmond Gimnázium nyerte el az Egészségfejlesztő Testmozgás és Egészséges Életmód díjat. Az elismerést a Magyar Diáksport Szövetség olyan iskolának adja át, amely ösztönzi a diákok fizikai aktivitását, az egészségfejlesztő testmozgás és az egészséges életmód népszerűsítését fontosnak tartja. Az elmúlt évben a Netfit segítségével 3700 iskolában mérték meg az 5. évfolyamtól a 12. évfolyamig a tanulók fittségi állapotát. Az életkor növekedésével ugyanis párhuzamosan csökken a diákok és a fiatalok fizikai állóképessége, egyre inkább jellemző rájuk a mozgásszegény életmód. A mindennapos testnevelés sokat javított ezen, a fittségi teszttel pedig követhető, hogyan változik a diák fizikuma és egészsége. Minden iskolára véve kötelező az a Netfit program, az Netfit felmérés. A gyerekek elég nagy százaléka elvégzi, ugyanis csak pár emberen van, akinek nem kell valamilyen felmérése miatt ezt megcsinálnia. És ezt szeretik, megmondom őszintén, és így legalább mi is tisztább képet kapunk arról, hogy kinek milyen képessége van. Amellett, hogy a Netfit rámutat arra, hogy a mozgásszegény életmód milyen betegségveszélyeket rejt, fokozza a diákok mozgás iránti motivációját is, ahol pedig versenyszerűen sportolnak a diákok, segít megmutatni a sportra fogékony és tehetséges gyerekeket is. A helyi sajátosságokhoz alkalmazkodva tartunk röplabda, kosárlabda edzéseket, és korábbi énekre visszamenőleg folytatjuk ezt a tradíciót, ezt a hagyományt. Régebbi időkben MB2-es csapat működött, és szeretnénk feléleszteni ezt a sportágat szintén újra. És most kialakulóban van egy elég jó társaság, fiúk és lányok két röplabda csapattal. Megpróbálunk minél színesebb sportágpalettát kínálni a gyerekeknek. A legjobban igazából, mint mondottam, a röplabda és a kosárlabda megy. Az általános iskolával közösen van egy kézilabda csapat, ahol az iskola tanulói oda visszajátszanak, és nevezünk még floorballban, és nevezni szeretnénk még láptaniszban is, tehát nagyon sok sportágban. Kosárlabdából és röplabdából főleg, amit komolyabb eredményeket elérünk, megyei versenyeken, megyei rendezési kupákon, házi versenyeken, meghívott versenyeken veszünk részt, és azokon már jobb helyezéseket elsőtől háromig szoktunk általában. Köszöntöm a stúdióban Gincsai Zoltánt, az iskola igazgatóját. Jó estét kívánok! Kezdjük sokan, jó estét! Mindenek előtt szeretnék gratulálni egyrészt a díjhoz, másrészt pedig ahhoz a felismeréshez, hogy ennek mekkora jelentősége van manapság. Azt gondolom, a mai fiatalok állóképessége, fizikuma sajnos nem túlzottan kielégítő, és meglehetős ellenszélben kell dolgozni annak, aki ezt szeretné változtatni, hiszen a virtuális világ vonzereje az nagyon-nagyon erős a mai fiatalok körében. Nagyon szépen köszönöm az elismerő szavakat, magam, az intézmény és a kollégáim nevében. Igen, úgy gondolom, hogy nagy feladatra vállalkozik az iskola, a nevelőtestület, a testnevelő tanárok, akkor, amikor letesszük a garast az egészséges életmódra nevelés, illetve az egészségfejlesztő mozgásra nevelés mellett. Annál is inkább, mert azt gondolom, hogy sajnos a családok nagy többségében nem igazán kap nagy szerepet a mozgás. Éppen ezért az iskoláknak különösen nagy feladata van abban, hogy erre rászoktassa a fiatalokat. Én nap mint nap tapasztalom az iskolában, és itt nekem nem tisztem, nem feladatom, hogy a családoknak az értékrendjét minősítsem, hogy óriási lehetőség előttünk, és nagy feladatunk az, hogy tisztázzuk diákjainkkal, hogy itt nem versenysportról és nem élsportról van szó, hanem egészséges életről, mozgásgazdag életmódról, közösségről, hasznosan eltöltött időről van szó. Igen, el kell gondolkodnunk azon, hogy mit tudunk kínálni annak a diáknak, annak a fiatalnak, akit azért az élet más szépségei is lekötnek. Akár az informatika világa, akár más közösségek. De igyekszünk egészséges életmódra nevelni őket, igyekszünk olyan kínálatot eléjük tárni, amelyben rendkívül fontos szerepe van a mozgásnak, mert ezt tapasztaljuk nap mint nap, hogy azok az emberek állnak helyt a mindennapi életben, akiknek az életmódjához hozzátartozik a mozgás, és akik egészségtudatosan élik az életüket. Mekkora múltja van ebben az iskolának, vagy ez egy viszonylag friss kezdeményezés?
Én magam 2012 óta vagyok az intézmény vezetője, de az érkezésemkor tapasztaltam már azt, hogy hosszú-hosszú múltra tekint vissza az egészségfejlesztés, az egészségtudatos nevelés, egyáltalán a diáksport, a tömegsport ösztönzése az intézményben, úgyhogy nem volt más feladatom csak, mint az, hogy támogassam ebben a nevelőtestületet is, és természetesen a diákok közösségét. És hát persze beszélnünk kell arról is, hogy meglehetősen kedvező helyzetben van az Ibrányi Gimnázium ebben a tekintetben, hiszen nagyon jó adottságai, jó körülményeik vannak. Igen, úgy fogalmaznék, hogy hátrányból kovácsolunk előnyt. Remek a kapcsolat Ibrányváros önkormányzatával. Nagyon jó lehetőségekkel rendelkezik az önkormányzat. Gondolok itt arra, hogy iskolánk szomszédságában van az Ibrányi úszoda. Így mi megengedhettük magunknak azt, hogy a heti 5 testnevelés órát úgy szervezzük meg, hogy abból heti 2 óra az úszodában került megrendezésre. Vagy a közelmúltban adták át Ibrányban a sportcentrumot, ez egy minden igényt kielégítő fitnessteremnek nevezném talán. Már egyeztettem az intézmény vezetővel, és szándékozom az önkormányzattal is természetesen egyeztetni. Szeretnénk bekapcsolódni ennek a sportcentrumnak az életébe, azzal, hogy rendszeresen megjelennénk ott, és szintén folytatnánk ezt a munkát, ezt a szolgálatot, amiért ezt a díjat is kaptuk. Milyen jövőképpen rendelkezik az Ibrányi Gimnázium, és már nem csak a sportéletre és az egészségfejlesztésre gondolok? A sportéletre vonatkozóan csak röviden azt tudnám mondani, hogy úgy gondolom, hogy nekünk az a feladatunk, hogy gyermekeinket megtanítsuk, gyermekeinket is, diákjainkat is arra, hogy az életben nagyon fontos, hogy tudjanak kapcsolatot teremteni. A sport világa megtanít bennünket erre. Nagyon fontos, hogy helyes önismerettel rendelkezzünk. A csapatsport, meg az egyéni sport is megtanít erre. Ma nagyon sokat emlegetik a toleranciát. A csapatsport és az egyéni sport erre nevel, hogy magamat elfogadjam, ezt a testet, ezt a lelket, amivel én rendelkezem, lássam az előnyeit, lássam a hibáit. És úgy gondolom, hogy az is nagyon fontos, hogy az életemet a fair play szellemében éljem. És magára meg, az intézmény... és meglátja, hogy mire képes fejlődésben. Tehát ha belefekteti a munkát magába, akkor annak eredménye lesz. Így van, így van. Itt a testnevelő kollégám ugye elmondta, hogy mennyi minden területen és sportágban indulunk. És bizony sokszor kell gratulálni az ellenfeleknek a győzelemhez. Sokszor mi fogadhatjuk az ő gratulációjukat, és nagyon büszke vagyok a diákjaimra és a kollégáimra, hogy egyfajta vérkeringésbe kapcsolódhattunk be. Egy picit az intézmény jövőjéről talán azt tudnám mondani, hogy egyszerre voltunk, most hirtelen nem találok jobb szót, elszenvedői vagy alanyai egy folyamatnak, az intézmény átszervezés folyamatának, ami gyakorlatilag zajlik már 2011-2012 óta. Ugyanakkor voltunk aktív kezdeményezők is. Mit jelent ez? Ez az intézmény 2012. augusztusában Ibrányi Móri Zsigmond gimnázium, szakközépiskola, szakiskola és kollégium volt. Ugye a szakképzés átszervezése, illetve az egész köznevelés rendszerének az átszervezése, azt a tulajdonképpen megválaszolandó kérdést állította elénk, hogy a szakképzés irányába fogunk-e elmozdulni, vagy a gimnáziumi nevelés-oktatás irányába. Én magam is, amikor pályáztam az intézménybe, akkor a gimnáziumi nevelés-oktatás mondjuk úgy színvonalának emelésével pályáztam. Most én úgy látom, hogy a jövőnk ott Ibrányban a gimnáziumi nevelés és oktatás. Igazgató úr, köszönöm, hogy befáradt a stúdióba, és még egyszer gratulálok. Még egyszer köszönöm, és köszönöm a lehetőséget is.